Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az idei nyári aratás jó ütemben haladt, és a korábbi évekkel összevetve átlagos eredménnyel zárult. A vetés területek csökkenő tendenciáját mennyiség tekintetében több növényfajnál is részben kompenzálták a viszonylag kedvező hozamok, kivétel ez alól az őszi káposzta repce. Az információk alapján a nyári aratású növények tekintetében az ország ellátása biztosított és jelentős több milliós tonnás export árualap is képződött. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai alapján az őszi búza aratása gyakorlatilag lezárult, mindössze néhány kisebb terület van még hátra. Az idei 864,500 hektáros területen az országos termés átlag 5,8 tonna per hektár körül alakul. Ez az érték kismértékben meghaladja a tavalyi és az elmúlt 5 év termés átlagait is. A legmagasabb átlagokat 6,8 tonna per hektár Baranya, Tolna és Vas megyékből jelentették, a legalacsonyabbakat 5 tonna per hektár körül Pest, Nógrád és Bács-Kiskunvár megyékből. A hektáronkénti hozamok és a terület alapján idén összesen közel 5 millió tonnás búzatermés alakult ki, ami bőven fedezi a 3 millió tonna körüli éves hazai felhasználást. Az étkezési minőségű kategóriába sorolható termés is elegendő, az 1,1 millió tonna körüli hazai éves őrlési szükséglet kielégítésére. A jelenlegi szezonban kialakult hazai búzaárak figyelembevételével az 1 kg-os kenyér előállításához felhasznált búza értéke nem haladja meg a 100 forintot, emelte ki az államtitkár. Az őszi árpa betakarítása fejeződött be legkorábban. A korábbi évekhez képest alacsonyabb, 260 ezer hektáros területen országosan 5,7 tonna per hektáros hozam alakult ki, ami 3,7%-kal magasabb a tavalyi értéknél, és lényegében megegyezik az elmúlt 5 év átlagával. Az egyes vármegyék között lényeges eltérések vannak, a hektáronkénti hozamokban igen nagy szórás, 5,1 tonna per hektártól 6,7 tonna per hektárig mutatkozik. A dunántúli vármegyék jellemzően kedvezőbb, míg a közép-magyarországi és egyes délalföldi vármegyék gyengébb hozamokat produkáltak, amit döntő mértékben az időjárási tényezők okoztak. Az összes őszi árpatermés megközelíti az 1,5 millió tonnát, ami bőven fedezi az éves körülbelül 1 millió tonnás hazai felhasználást. A tavaszi árpa, rozs, zab és tritikálé betakarítása is csaknem a végéhez ért. A véglegesnek minősíthető adatok alapján a rozsnál 2,9 tonna per hektár, a tavaszi árpánál 4,7 tonna per hektár, a tritikálénál 4,3 tonna per hektár, a zabnál pedig 3 tonna per hektár a termés átlag, amelyek nagy részt megfelelnek az elmúlt évek átlagos értékeinek. Az őszi káposzta repce betakarítása is befejeződött. Az országos termésátlag 2,5 tonna per hektár körül van. Az őszi vetésű növényi kultúrák közül az idei év időjárása az őszi káposzta repcét viselte meg leginkább, a korábbi évekhez képest érezhetően alacsonyabb, 174 ezer hektáros terület, és a korábbi időszakoknál ugyancsak kisebb hektáronkénti hozamok összetett hatása miatt az összes termés 432 ezer tonna körül alakult. A magborsót is betakarították a gazdák. A 13 ezer hektáros területen az országos termés átlag 2,4 tonna per hektár, ám jelentős mértékű a szórás az egyes vármegyék között.